tegnap Bogi félrehívott, elmesélte, hogy pont mielőtt bejöttünk, ugye volt egy nagyobb konfliktusa a Dorcival, és hogy érzékeltem-e valamit belőle. Meg ugye beszélgetés alatt így próbálta elmesélni, hogy ami alapvetően hangoztatott is a csapat, ugye, hogy ez Zalán a főnök, úgyhogy, vagyis, hogy ő a csapatkapitány. Csak addig, amíg meg. Igen. Most átnézzük az irányítást. Igen, igen. Teljesen kíváncsi vagyok arra, hogy mi lesz akkor majd, amikor Zalán visszajön a csapatba, mert... Jaj, várjál, megjött. Mi a pálya? Ne beszéljünk most, pont róla akartunk Zavarok. Beszélni. Zavarok? Nem. Magután, fordok. Ide beülök, jó? Gyere csak. Lányok is vannak, de nem baj. Srácok, köszönöm. Na, meséljetek, mi újság? Igazából épp arról beszélgettünk, hogy mi a helyzet, mert ugye mi nem nagyon látjuk át a dolgokat, meg... Tudom, hogy miről van szó. Ugye a napokban voltak az itt viták, meg vannak ilyen belső feszültségek, de ezt nekik kell, kettőjüknek gondolom a Dorci-Bogi vitára gondolsz. De az az érdekes, hogy nem is lehet érzékelni amúgy. Igen, és hogy nem érzékelték. Mert ügyesen csinálják, mert ő nekik is a csapat a legfontosabb, és ugye a pályán ebből semmit nem érzékelünk, ami úgymond jó, mert mindenki jól teljesít. A pályán kívül meg próbálják akkor úgymond elkerülni egymást, nem lehet mindenkinek megfelelni, úgyhogy ezzel nincs probléma. Szinte meg se érkeztek az új játékosok, már belecsöppennek itt a kihívók életébe, úgymond én úgy érzem, hogy előbb rá kéne menni a pályán való ügyességi feladatokra vagy teljesítményre, hogy először ezek menjenek, mert az is elég sok információ, hát még itt a háttértörténet, hogy most Bogi, Dorci féle ellentét van, meg ezekbe belemegyünk. Kicsit érdekesnek tartom, szerintem ráért volna még ezt az infót megosztani velük. Köszönjük, hogy követtek minket, ne feledjetek feliratkozni csatornánkra itt lent, és több videóért itt és itt tudtok jelentkezni.